Herczeg Ferenc Bizánc című művén dolgozunk most jelenleg itt az Új Színházban. Én Zenóbiát alakítom, aki a mű szerint a főszereplő császárné legbizalmasabb embere. Ez azért érdekes, mert a szerep úgy gondolom, hogy valahol távol áll a valódi személyiségemtől, de mégis nagyon meghatározó figura az események szövésében. Az ő személyhez nagyon kíván a többi szereplő is közel kerülni, mert aki a császárnéhoz közel tud férkőzni, az talán biztonságban van. Néha ilyen sakktábla érzetem van, hogy egymáshoz képest hogy sakkozzuk, hogy a saját érdekünk érvényesülhessen. Ezek ilyen önző és önös érdekek. Én ennél azt gondolom, hogy egy ilyen szociálisabb figura vagyok a való életben. Más dolgok motiválnak. Pont ezért kihívás, és örülök is a feladatnak, hogy egy ilyen helyzetbe kerülök. Mert ebbe tényleg így lehet fejlődni, lehet új dolgokat kipróbálni, megtanulni. És azért én még fiatal vagyok, én még itt most próbaidőn vagyok itt a színházban, de azt érzem, hogy a kollégáim és a rendező is bizalommal vezetget engem ezen az úton, vagy ebben a feladatban. Nos, azt gondolom, hogy érvényes így minden korban, mert ezek a figurák ugye léteznek. És ami még nagyon érdekes, pont ez, amire rávilágít az egész előadás, hogy ha nincs egy egység, ami összefog mindannyiunkat, hanem széthúzás van, annak jó vége nem lehet.